Hagyományosan minden évben május 20-án az 1992-es Szabolcsi Zsinat évfordulóján tartják Szabolcs-Szatmár-Bereg megye megyenapi ünnepségét. Idén ezt a koronavírus járvány miatt szeptember 10-én tartották meg. A jeles alkalomnak idén tiszavasvári Szent Mihály tere adott helyet. Sezták Oszkár, a közgyűlés elnöke azt mondta, az elmúlt években minden eddiginél több fejlesztési forrással gazdálkodhatott a megye, és ehhez hasonló összeg áll rendelkezésre az újonnan elindult ciklusban is. Mintegy 150 milliárd forint értékben valósítottunk meg fejlesztéseket csak a top forrásaiból az elmúlt 7 évben, és mintegy ugyancsak 150 milliárd forint értékű fejlesztéssel rendelkezünk a következő 7 évben is Nyíregyházával együtt. Ez nem azt jelenti, hogy ennyi forrás érkezik a megyében, ennek sokkal többszörössel, 400-500 milliárd forint között, inkább talán az 500 milliárdhoz közelít ez a forrás, a hazai fejlesztési forrásokat is belevesszük, amelyek gyarapodnak egyre több magyar falusi program, belügyminisztériumi pályázati forrás segítségével újulnak meg az intézményeink, az infrastruktúránk. Van mire büszkének lenni a szabolcs-szatmár-beregieknek, ezt már Vinnai Győző országgyűlési képviselő mondta. A politikus hangsúlyozta, az itt élő emberek a vészterhes időkben is bebizonyították, hogy összefogással olyan erős bástyái lehetnek az országnak, mint azokban a megyékben élők, akik gazdaságilag jobb helyzetben vannak. Ezt a megyei identitás tudatot kell továbbvinnünk a 21. században is, hogy mi összetartozunk, hiszen már nem csak Szabolcs megye, hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vagyunk, külön identitás tudattal, hiszen a trianoni békeszerződés óta ehhez a megyéhez tartozik szatmári rész és beregi rész is, és mivel egy nagyobb megye vagyunk, nagyobb területű, nagyobb népességű megye, ezért itt nagyon keményen dolgozni kell, hogy az ország fejlettebb területeihez fölzárkózzunk. Olá Gábor, a pénzügyminisztérium helyettes államtitkára arról beszélt, az állam 2010-től egyre nagyobb teret biztosít a megyei önkormányzatoknak az uniós források felhasználására. Mint mondta, ez Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlődésén is tapasztalható, az újabb beruházásokra pedig megfelelő forrást biztosít a kormány. A terület és településfejlesztési forrásokat is igyekszünk úgy elosztani, hogy abba a megyei közgyűlésen keresztül a megyében élőknek legyen beleszólása. Ugyanezt fogjuk folytatni, és az a 150 milliárd forint, amely megérkezett erre a célra a megyébe az elmúlt 7 éves ciklusban, meg fog érkezni a következőben is. Erről már döntött Magyarország kormánya. Az eseményen számos kitüntetést kiosztott a megyei közgyűlés elnöke. A díjazottak között volt Németh Péter címzetes múzeum igazgató is, aki a megye fejlődésének elősegítése és hírnevének gyarapítása érdekében kifejtett elismeréseként vett át Prokomitátó kitüntető díjat. Németh Péter az elmúlt 6 évtizedben több megyei múzeumnak is igazgatója volt. Az elismerés átvétele után azt mondta, zalaegerszegi születése ellenére Szabolcs-Szatmár-Bereginek tekinti magát. A tudományos munkám is ez a megyéhez kötődik, kezdve a megyeszékely Nyíregyházaváros monográfiájától egészen a Szabolcs-Szatmár megye történetének az engem illető fejezetéig, amely a honfoglalástól a Mohácsi Vézig tekinti át a megye történetét, és emellett szinte nincs is olyan dolgozatom, amelyik valamilyen formában nehez a megyéhez kötődni. A meghívott vendégeket a Hankó László Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és a Göbölyös Néptánc csoport előadásai szórakoztatták.